Us, us, kitty, chanti, us, a chocat. Us, us, chanti, us, a chocat. Us, us, kitty, chanti, us, a chocat. Us, us, chanti, us, a Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudok Minecraft pályát megosztani. Rengetegszer megkapom a kérdést. Tényleg, és sajnos sokszor az is kevés, hogy elmondom, hogy hová kell feltölteni. Még az oldalt is megadom, ugye. És sajnos még ez is kevés, úgyhogy most videót csinálok róla. Tényleg ennél többet nem tudok tenni az ügyet. Na az első lépés, hogy elmenjünk oda, ahol a pályák vannak. Ez a Minecraftnak a Saves mappája. Egészen pontosan D illetve amire telepít van az oprendszer, nekem a D általában ez C szokott lenni. Users, aztán a felhasználónév, nekem Csabusa, nektek itt más, a saját. Abdata, a roaming, Pond Minecraft és saves. Na, alapvetően az abdata az egy könyvtár, aki tudja, azt tegye láthatóvá, úgy fogja tudni elérni. Aki nem, annak mutatok egy másik módszert, ami talán egy fokkal gyorsabb is. A futtatásba beírjátok, hogy százalék, abdata százalék. Így aztán egy oké, okay, és akkor az megnyitja az abdatán belül a roamingot. És akkor itt van egy pont Minecraft, ugyanúgy, és saves. Szóval itt van a saves mappa, itt vannak a, a, a pályák, minden egyes mappa egy-egy pálya. Na. Itt vannak a hozzátartozó fájlok. Van, aki ezt így a fájlokat elkezük küldözgetni, az nem jó, tehát ne kelljen már szegény másik embernek, vagy nekem összerakosgatni, hogy most melyik fájt melyik mappába kell rakni. Az a legjobb és legegyszerűbb, ha azt csináljátok, hogy visszamegyünk a szészbe, jobb gomba mappán, küldés, tömörített mappa. Enkons most becsomagolja egy zipbe, itt is van, test.zip. Most elkattintok. Itt van úgy, úgy benne a test, és itt vannak a fájlok. -ok. És akkor ezt az egy fájlt kell, ezt a zippet elküldeni. Most elsősorban, hogyha a havernak külditek, elég ugye az e-mailhez csatolni. Én Gmail-t szoktam használni, azon fogom megmutatni, nyomok egy levélírást, igen, és egyszerűen csak bele lehet húzni. Van itt alul gomb, hogy nem, ez, hogy fájlok csatolása, így is lehet betallózni, de egy fokkal még kényelmesebb, ha megfogom és belevonszolom. És ennyi. És ugye meg kell adni a e-mail címet, aztán lehet is küldeni. Ez az egyik. Ha szeretnétek, hogy többen letöltsék, tehát egy linket szeretnétek hozzá, akkor be kell egy ilyen ingyenes tárhelyes oldalra. Például box.com, Mediafire, um, mi van még? Sok van egyébként, mega.co.nz, uh, Forshared, stb. Rákerestek, rengeteg van. Ugye a Google-nak is ott a Drive-ra, Drive-ja, na, ott is meg lehet ugye osztani. Én a Mediafire-t használom, itt is van, mediafire.com, regisztráltok, beléptek, nagyjából ilyesmit fogtok látni, csak hát nem lesznek mappák, meg fájlok, -ok. ugye, itt lehet mappát csinálni, itt van fönt ez a gomb, itt ráviszem két create folders, na, aztán feltölteni meg úgy lehet, hogy vagy rákattintok az uploadra, vagy ugyanúgy bevonszolom, mint az e-mail címnél, megfogom, nyomva tartom, behúzom ide, és mutatja is, hogy dobjam ahová szeretném, csak ide bele, Hamarosan föltölti, a alul megjelenik a csík. Igen, érdemes mappákat csinálni egyébként, hogy átláthatóbb legyen arra jó. Nekem is itt vannak szépen a kalandpályák, a minigémek, a reston szerkezetek. Na, föl is töltöttek közben. Itt van test.zip. Erre a lenyíról lehet kattintani. Lehet másolni a linket. Nekem néha ez a funkció nem működik. Ami 100% működik, ez a share e gomb akkor bejön egy ilyen kis ablak, és akkor itt van ez a link. És akkor vagy kijelölöd, vagy copy link, és akkor másolja. És akkor ugyanúgy, Ctrl-V, na, nem másolta, igen. Igen, mindig az a biztos, hogy én jelölöm ki és másolom, valamiért nálam nem mindig akar ez a funkció működni. És akkor Ctrl-V, kész, ott van, link is van. Szóval így lehet pályát megosztani, ennyi, ilyen egyszerű. Használjátok egészséggel, és a kézikönyv óvjon.